Köszöntöm az Infotelevízió nézőt, vendégünk Meszlényi Dezső, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakmai vezetője, jól mondtam? Igen. És egyben a Fidesz képviselőjelöltje. Nagyon sokan kampányolnak azzal, hogy munkahelyeket kell teremteni, és ugye a másik oldalról meg lehet hallani, hogy nem az önkormányzatoknak a feladata a munkahelyteremtés. Mi az igazság akkor? Hát első körben ugye nem az önkormányzatoknak a feladata a munkahelyteremtés, de szerencsés, hogy az önkormányzat is részesül ebben. Tehát itt gondolok olyanra, hogy az olyan munkaköröket, amik jelenleg üresek az önkormányzatoknál, vagy pedig státusz hiányosak, akkor minél feltöltsék, akár támogatás vagy támogatás nélkül, és különböző befektetőket az önkormányzatoknak kéne az ipari területre csábítani, idehozni, és folyamatosan figyelni azt, hogy a helyi lakosságnak a munkanélkülisége mennyire növekszik, illetve csökken. És ehhez a megfelelő lépéseket érdemes megtenni. Tehát, hogyha mondjuk valaki jó gazdája a településnek, és odafigyel rá, akkor sokkal kevesebből ki lehet hozni X embernek a munkáltatását, mint mondjuk egy másik településen? Így van, tehát hogyha példaként mondok, hogy vannak különböző Európai Uniós támogatások, amik bértámogatások, vagy munkahelyteremtő, vagy munkahely megtartó támogatások, és hogyha ezeket a helyi önkormányzat igénybe venné, sőt a különböző vállalkozások felé is ezt kommunikálná és segítene megszervezésbe, akkor hatékonyabban, olcsóban tudna működni. Én gondolok olyanra, hogy vannak olyan támogatások, hogy 25 fő felett, hogyha foglalkoztat valaki emberkéket, akkor rehabilitációs hozzájárulásadót kell fizetni, ami jelenleg 985 ezer forint. Hogyha most egy önkormányzat felveszi megváltozott munkaképességűt, és olyan feladatkört talál neki, mint kézbesítő, takarító, vagy pedig portás, akkor ezt a 985 ezer forintos éves adót nem kell befizetni. Ezt az embert, hogyha 4 órában dolgoztatja jelenlegi minimálbérbét, akkor is 600-700 ezer forintba kerülnek egy évben. Tehát, hogyha 985 ezer forintért nem fizeti be, és ebből az összegből 700 ezer forintért meg tudja oldani az önkormányzat, hogy egy éve keresztül egy embernek munkát, abból az az ember azt fent tartani a családját, megmarad mellett a rehabilitáció ellátása, és az önkormányzat éve szintén több mint 300 ezer forint, 200-300 ezer forint megmarad csak egy embernél. Hogyha nem megváltozott munkaképességét akar például foglalkoztatni, vannak ilyen támogató programok, amik a munkahelyteremtő, munkahely megtartás, vagy az 50 év fölöttieknek a nyugdíj előtti folyamatos munkavégzésére bére támogatásokat, és ilyen feladatköröket, hogyha találom az önkormányzat nem csak az ő intézményében, hanem azokban az intézményrendszerekben, ami ő mint fenntartó, akkor az újabb költség megtakarítás az önkormányzatoknak, és hogyha csak azt nézzük, hogy nem kell a munkabért megfizetni, és helyette van egy olyan ügyfél, vagy egy olyan munkaerő, aki csak termel neki a hasznot, így gondolok arra, hogy akár karbantartó, udvari seprő, vagy pedig az óvodában dadús, ételkiordó, a konyhákban mosogató, akkor annak az embernek van munkája, és az önkormányzatnak ez nem kerül időzelve semmiben, de viszont az embereknek a térségben csökkent a munkanélküliséget, és pozitív lesz a vásárlókedvük. Magyarán, hogyha van egy munkaadó független attól, hogy most önkormányzat vagy egy vállalkozó, ha felvesz egy embert, akkor automatikusan nem súg neki senki se, hogy mondjuk milyen támogatásokban részesülhet és hogyan csökkenhet mondjuk a kiadása ezen területen? Hát igen, nem tudom, hogy jelenleg önkormányzatnál vagy a munkáltatóknál hogy működik itt ez a dolog, de én úgy vettem észre, hogy bizonyos támogatásokat nem vesznek igénybe itt ebbe a térségben se az önkormányzat, se a munkáltatók, vagy nem tudnak róla, vagy pedig nem akarnak róla tudni. Ezért kéne egy olyan kapcsolat csinálni a munkahelyi kirendeltséggel, ami semmilyen van nem csak az önkormányzatnak, hanem akár a vállalkozóknak vagy cégeknek, hogy az aktuális olyan támogatásokat, amiket országosan le lehet hívni, mind az Európai Unió által, vagy amit ugye a magyar állam támogat, minél hatékonyabban, észszerűbben, célszerűbben igénybe tudjanak venni. Mit kaphat mondjuk segítségnek egy pályakezdő? A pályakezdőnek többfajta támogatási lehetőség van jelenleg. Van egy gyakornoki program, például a TÁMOP a program keretén belül, vagy azok a pályakezdők, akik egy munkahelyre elmennek dolgozni gyakornoki idő alatt, ez azt jelenti, hogy a szakmai gyakorlatot ott teljesítik, ezt az ottani lehet akár önkormányzat is, vagy célszervezet, civil szervezet, cég vagy magánvállalkozónál a gyakorlatot lefolytatják. Ez alatt ők adnak neki valami kis honoráriumot, majd amikor ez a gyakorlati idő lejárt, akkor egy évig a teljes bérköltségét az állam tudja támogatni.
nem is pontosan az állam, a TÁMOP program keretén lehet. Ez például iskolákban, önkormányzatoknál, azokra a helyekre éppen nyugdíjazás előtt állnak kollégák, hogy célirányosan akkor már felvenni gyakornoki program keretén belül arra a munkakörre egy pályakezdő munkanélkülit, a kolléganő vagy kollega betanítaná az adott munkakörre, amit meg elmenne nyugdíjba, egy évig mellette egy gyakorlaton, és utána az önkormányzatnak minimum egy évig a teljes bérköltségét meg tudná spórolni, hogyha ebbe a támogató gyakornoki programba akár beveszik. És utána azért is hasznos lenne, mert ez az új pályakezdő kollégina vagy kollega, ő már bele tanult a szakmába, és akadálymentesen tovább tudja vinni azt az elkezdett munkát, amit a nyugdíjba elment kollega hátra hagy. Gyakran lehet hallani, hogy mondjuk a TB-be az segítséget mondjuk a állam. Az önkormányzatoknak van egy ilyen opciójuk, hogy ez egy bizonyos szociális támogatás, hogy azoknak az ügyfeleknek, akik, vagyis a lakosoknak, nem is ügyfeleknek, tehát azoknak a lakosoknak, akik nem tudják fizetni a saját társadalombiztosítási hozzájárulásokat, átvállalhatja, vagy átvállalja. Jelen esetben mi szeretnénk azt elérni, hogy azokat a sümegi pályakezdő fiatalokat, akik beregisztrálnak akár a munkai kirendeltségen, vagy akár az önkormányzatnál, és friss, akár diplomával, vagy szakmával, vagy érettségivel rendelkeznek, és nem tudnak helyezkedni, ezt a majdnem 5000 forintos havi terhet, ezt az önkormányzat átvállalná, és az első munkábújtásáig, vagy pedig max. Egy évig, amíg a munkai központ által az egyéves regisztráció után alanyjogon megkaphatná ezt a támogatást. Itt ilyen nem nagy összegről beszélünk, éves szinten 10-12 ember, aki ezzel tudna élni. Szerintem ez a jelenlegi költségvetésből ez támogatható lenne, így meg a családoknak, akik ugye a friss pályakezdő munkanélkülieket nem tudnak elhelyezkedni, nem mínusz összeg lenne a családi kasszából, hanem akkor azt másra tudnak fordítani, akár önéletrajz, vagy pedig állásinterjúnak az utaztatására. Hogyha figyelem a pályázatokat, akkor leginkább arról lehet hallani, hogy vége van egy pályázatnak, vége van egy támogatásnak, és bemutatnak egy-két olyan vállalkozást, aki ezt igénybe vette, és sikeres lett belőle. Viszont, hogyha az ember dolgozik, a mindennapjait éli, akkor nem biztos, hogy van ideje, főleg egy vállalkozónak, mondjuk ezeket a támogatásokat, vagy pályázatokat bújnia. Várható-e mondjuk a jövőben, közeljövőben olyan, ami mondjuk segíteni a vállalkozókat, vagy a munkaadókat? Jelenleg ugye azt tudni kell, hogy a jelenlegi programok azok 2014-2015 között lezárulnak. Ez nem csak a programokra igaz, hanem az összes Európai Uniós programra. A tévékben, médiákban már lehet hallani, hogy indul ez a 2020, csak így hívják, a 2020-ig tartó új Európai Uniós támogatás, az új Széchenyi terv program keretén belül. Itt megint megnyílnak újabb lehetőségek pályázatokra, magánembereknek, civil szervezeteknek, önkormányzatoknak és vállalkozásoknak, és meg kistérségben vélemény szerint az a legjobb, hogyha egy ilyen pályázatíró kisebb összevetelő társaság lenne, aki kapcsolatot tart a munkáltatók közt, a munkai központ és az önkormányzatok és a térségi önkormányzatokkal, hogy közösen ebből az új Európai Unió keretből minél több pénzt el tudjunk hívni. És én ezt szorgalmaznám, hogy az önkormányzat, a munkai járási hivatal, a szakigazgatási szerve, a munkai központ és a kistérség vagy a térség vállalkozók, amint egyszer összejöjjenek, megnéznék, hogy mik az aktuális támogatások, ki miben tudna, hogyan tudna a másiknak segíteni, és így a kicsit csökkenteni ezzel a munkanélküliséget, akár besegítéssel, úgyhogy egyik másiknak átadja az információkat, vagy segít a pályáztatásban. Amit az előbb elmondott, az egy jövőre felvázolt terv, de hogyha mondjuk valaki most szeretne alkalmazni embereket, vagy akár egy főt, hova kopogtathat be segítségért? Hát jelenleg ugye a munkai... Jelenleg a pályázatok azok már kifutó részben vannak, tehát nagyon sok pályázat már lezárult. Lehet, hogy még van egy-két nyitott pályázattól még érdemes jelentkezni. Első körben érdemes akkor a helyi munkai kirendeltséget megkeresni, megyei szinten pedig a Veszprémi Széchenyi programirodát, és ott tudnak segíteni, hogyha valaki még a bértámogatással, vagy egyéb más munkahelyteremtéssel próbálna segíteni, hátha vannak még bizonyos összegek, amiket még igénybe tudnának venni. Köszönjük szépen!